Nem. Nem vagyok hajlandó maradni. Elegem van már a mindennapos álmaidból. Elegem van a túlórákból. Mi lenne, ha végre zöld rétről, s nem egy újabb kísérletről álmodnál, kedves főnök? Nem, semmi bajom sincs veled, csak tolkig vagyok. Én itt gűzölök, te pedig még egy normális marhalábszár pörköltet sem tudtál összeütni a névnapomon. Hogy a többiek óhaja volt a kolbászos paprikás krumpli? Kit érdekel? Neked lett volna kutya kötelességed a névnapi bulimon a beosztottad kedvében járni. Na de mit is várhat az ember egy főnöktől? Azzal kiviharzott az asszony a laborajtón, mely utóbbit úgy bevágta, hogy az kulcs nélkül is rázáródott. A kollégája már elment csúsztatni. Jellemző. Ahogy dühösen trappolt le a meredek lépcsőn, még felderengett az agyában, hogy a főnöke másnap reggelig is ott vesztegelhet egyedül a laborban, ha nincs nála mobil, mivel pont aznap valami vonaljavítás elhúzódása miatt a cégnél a vezetékes telefonok nem működtek, és így még lakatost sem tudott hívni. Úgy kell neki, gondolta az asszony. Legalább, ha unalmában elalszik, az újabb megálmodott kísérletet helyben prezentálhatja. Maga. Magának. Már a gyárudvaron rohant -100-as tempóval, ha ideges volt, mindig sietett, amikor belehasított valami égető fájdalom. A francba ezzel az infarktussal! Azt hiszi a jó Isten, hogy van nekem erre időm! Azzal beleájult egy közelben a szokásos észvesztő tempóban dolgozó 30-as építőmunkás karjaiba. Az éppen hazafelé tartó kolléganőjének nagy nehezen sikerült onnan kiszabadítania és orvoshoz fuvaroznia. Az asszony szemész házi orvosa alapos előtanulmányokat végzett korábban az ortopédián. Így kapásból, no meg egy kicsit az asszony is unszolta, kiállított egy mentőbeutalót, ha mégis a betegnek lenne igaz az infarktust illetően. Igaz, ő is gyanakodott kicsit. A rosszul létek jöttek, mentek. Az asszony úgy döntött, a kórházba inkább busszal mennek. A család kitett magáért. Mindent összeszedtek a kórházi tartózkodáshoz, a papucstól kezdve a lábtörlőig. Hát, ha hosszan bentartják az asszonyt, és végre lesz egy kis nyugtuk is. A sürgőségében nem csalódott. Rohangáltak az orvosok, nővérek, mentősök, mintha dolguk lenne. Miután az asszonyt kivizsgálták, kedvesen bevágták egy szobába, és késő estig rá se néztek. Pedig fürdött is, ki is csinosította magát. Ja, pont ezeknek, legyintett, s bánatában elindult a mosdóba. Most sem jutott el odáig. Otthon is csak halogatta. Majd később. De ki gondolta volna, hogy itt just sem engedik dolgára, hanem rögvest belegyömöszölik egy kerekes székbe, s már rohannak is vele. Útközben érte a meglepetés. Viszik az intenzívre, mert egy ágy már napok óta üresen vár az infarktusára. Itt 3 nap és 3 éjjel sikerült intenzív kapcsolatot tartani az osztály orvosaival, nővéreivel. Legemlékezetesebb pillanat az volt az asszony számára, amikor egy jóképű, 25-ös rezidens megmagyarázta neki, hogy mi vár rá, ha még egyszer felkel és kimegy a WC-be. Szemvillanásaiból semmi jóra nem gondolhatott. A 4. nap reggel eltanácsolták a belgyógyászatra. A tanár úr is egy követ fújt a rezidenssel, aki nem tolerálta korábbi mellékhelyiség tesztjét. Pedig milyen flottul ment minden. Az összes ráaggatott, tapasztott elektródácskának, csipesznek a helyét felírta indulás előtt egy cetlire, hogy sikeres akciója után mindent ugyanoda tehessen vissza. Nem is volt abban semmi hiba. Kivéve a lebukást. Na de végre a belgyógyászaton már nem kellett tálaznia. Ott hagyták menni a dolgára. A napok elég gyorsan teltek, megtanult passziánszozni, és lélekturkászkodott betegtársai családi kapcsolataiban. Unalmas perceiben még néhány könnycsepp erejéig meg-meg sajnálta magát. Mi lesz, ha már alig lesz? De megvigasztalta a tudat, hogy ha egyszer elfekvős lesz, legalább mások is sajnálják kicsit. A beles dokit marhára nem érdekelte, hogy az asszony mennyire szeret az osztályán lenni. Hála pénz, nuku? Ágy is, nuku. Oda mehet, ahová küldi. Egy kis szurka piszka a szívkoszorú érben az asszonynak sem árt, döntött a tanár úr, s azzal átpasszolták a kardiológiára. Ott se perc, s már arra eszmélt az asszony, hogy egy eldugott helyen fazonigazítást végeznek rajta. De hiszen a karomon keresztül katétereznek, méltatlankodott,
ám megnyugtatták, hogy csak a biztonság kedvéért. Hát, ha nem sikerül, s akkor még aranytartaléknak ott van a lába. A műtőben a hangulat a tetőfokán volt, amikor betolták. Az orvos éppen az előző napi elpuskázott katéterezését ecsetelte, miközben az egyik nővér felmosta a röhögéstől fetrengő műtősnőt. Végre, gondolta az asszony, egy kis élet. Itt legalább ragad rám valami vidámság. A műtét valami tökély volt, ha nem is kély. A műtősnő első munkáját dicsérte a nyomókötés, amivel az asszony csuklóját a katéterezés után elszorította. Beleadott anyait, apait. Ne mondja az a nyamvad beteg, hogy sajnálja rápazarolni az erejét. Az asszonynak valahogy mégsem volt szerencséje ezzel az osztállyal sem. A katéterezés után pár perccel éppen a triplájára dagadt püspöklila karját csodálta beteg társaival, amikor se szó, se beszéd, már az érsebészeten találta magát. Na ne! Méltatlankodott magában. Már megint én! A fél karját odaadta volna, csak még egy kicsit hagyták volna szenvedni. Szenvedni olyan jó, és most ettől is megfosztják. Rendbe hozzák, s már mehet is haza. Még talán a munkahelyére is visszatérhet. Eszébe jutott a főnöke, meg a laborajtó. Na, azt már nem. Asszonyom, fordult dr. Mackó a nagy tekintélyű bérsebész az asszonyhoz néhány órás lelkiekbeható együttlét után. A karjának annyi. Ha sokáig kell még várni a műtétet alátámasztó laboreredményekre, a rossz se begye meg azokat a lassú laborosokat, akkor a karját inkább amputáljuk. Nekünk nincs időnk lacafacázni. Igazán sajnálom, de nekem pár óra múlva egy partira van meghívásom. A medikának randia lesz, a műtősnő pedig bejelentkezett a fodrászhoz. No problem, suttogta az asszony, minden erejét és tudását összeszedve. Többet nem is akart, és nem is tudott volna mondani, hiszen folyékonyan csak az anyanyelvén hallgatott. Hát még néhány Xanax befolyása alatt. A francba, hallotta az orvos felhördülését. Ennek a hálapénznek is lőttek, fakadt ki dühösen dr. Mackó, majd odahorkantott a bájos kis medikának, hogy most már mindegy. A műtét elmarad, mert megjöttek az eredmények a laborból, ami szerint végre amputálhatnánk, de ennek a hálátlan betegnek semmi se szent. Nem visszatért karjába a vérkeringést, mihelyest meglazítottam a kötést? Nem megmondtam, hogy jól szorítsa el? Ordította a nyárfába átment műtősnőnek. De hát beszélhet ezeknek az ember! Az elmaradt műtét teljesen kimerítette az asszonyt. Napokon át csak tűrte, hogy mindenki a kedvében járjon. Egészen legyengült tőle. De szinte szárnyakat kapott, amikor észrevette, hogy szíve csücske, a bájos undorka nővér végre valami szint vitt az unalmas kórházi napok hangulatába. Aha! És elöntötte az elégedettség érzése az asszony, ahogy meglátta az éjjeli szekrényén az elcserélt gyógyszeres dobozt. Na most kitolok veled, ezért biztosan kirúgnak, gondolta, s szájába öntötte a dobozka tartalmát, amiben remélte benne van az összes olyan tabletta, amire allergiás. Azután a doboz tetejét, amin a másik beteg neve állt, jól láthatóan a mellére tette, majd összekulcsolt kézzel lefeküdt az ágyra és várt. Várt és várt. Egyszer csak az ablakon át erős fény vágott a szemébe. Csak nem, ez már az lenne? De az alagutat még nem is láttam, csodálkozott az asszony, s izzadt hálóingében értetlenül felült az ágyon. Az ágy mellett kutyája szugerálta átható pillantással, miközben a konyha felől kávé illat lebegett be. Ekkor döbbent rá, hogy csak álom volt. Egy igen hülye rémálom.